Play tough and wanna hate this,
but never listened. Here's a riddle of the fire in a heart. Here's a song about the hands that took a life for a dance, about being brave enough to stand up to the man. About when you're feeling way too small to make a difference, but so shout into the monsters in the dark. About a girl with little braids that turn the world to a parade. And here's a song about doing anything it takes. And though I tremble in the cold blue night, knowing I'm alone this time, and then I looked up into the giant's eyes, and I found my strength in
Hát nosztalgiázom egy kicsit, mert ilyenkor mindig visszagondolnak azokra a srácokra, akikkel annak idején elkezdtük. És hát mondjuk ezen az osztályra, a tavalyi osztálygálás sem vettek részt, mert azért, mert kultán fogdal az a kivétel, annak a kivétel, nem is foglalkozni, már csak nézőként pedig tudom rá. Szívesen jövök. Az egy külön megszíteltetés, hogy ez egy papír nélkül így megyek a csapatnak az edzője. De azért hagyd meséljem el azt a sztorit, hogy volt itt egy olyan edző, akivel együtt vittük a Lupuszast, és amikor én egyszer egy mérkőzés közben mondtam egy-két dolgot a fiúknak, hogy itt van a váltok, akkor ő letolkoltam rá, hogy Rivács Jardos van, mert nincs edzői papírja. Hát, de mondom, de lehet, hogy megkodtam volna szeretni. Nekem, hát régén ezért biztos, hogy szerettünk volna egy olyan meszt csinálhatni, ami nem túl csicsás, nem túl bonyolult, és egy ártási megoldások akkor nem voltak olyan egyszerűek, mint most. Nem voltak meg azok, hogy még egyszer szintállással tudták csak megoldani. Most is csak most nem érjük mondom, hogy össze van kapcsolva a kultúrberes szerkesztése. Láttam volna is Lóri városban ezt, és hát fogok nagyon örülni, hogy ezt nem ezt előzhetjük. De akkor 89-ben egy párbizottság, megyék párbizottság elé került ez a jégkor a klub alakítása, mert akkor még ugye mindenféle ilyen összejövete 89-ben, azt úgy tekintettek, mint a demokrácia elleni népi összeesküvés, és hát végül is el kellett fogadják, mert Sárkányi professzor úr, akkor ugye igazsági miniszter helyettes volt, ha jól emlékszem, ő hozta létre a társasági törvényeket, hogy fő alkotója volt, és ott ugye szabaddá tették a alakulást, a civil szervezeti alakulást, így a módon. Egy nagyon jó lehetőségünk tartom arra, hogy kicsit felszabadultabb legyen a játékosok is, a utánpótlás, akik nem szerepelhetnek, ott is felszabadultabban érezik egy koromban. Ez igazából egy szolgálkozást jelent, és talán azoknak, akik nem kapcsolódnak még a jégkoromokat, de esetleg megfigyelni is kaptak valahonnan, azoknak is ad egy lökést arra, hogy legyen a sportot, mint érdemes rá. As she comes through the peak, then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist, and there's no one in here living gonna make it out alive. Thank you.
Srácok, akkor először is átveszünk a szöglet aljáncon. Edzi, na bocsánat, de így korom a rinszetet.
szöglet vagy buli teljesen mindegy, a taktika ugyanaz. Megtöröm, felpassz, visszapassz, csukott szem tisztelő, ütem a hosszú. Tudja, hogy az milyen rendezvényen van, hogy eltolál? Srácok, az előket jön hosszúba, körülbelül a 43. percbe fogok cserélni első. Róli, azt nagyon jól tudok, hogy az utolóban bármikor elcserélni, nem kell jönni a 3. percet bármikor. Az legyen a videóban, jó srácok? Dobra, mondom a kezdőt. Dorogi, Jakafi hátul sepeget, Mihaly Cenyám operátori kapus elé. Csatárok lényészünk volna. Jó, akkor gyerünk megyünk és mutassuk meg neki. Hatalmas gondolatok, valljuk be őszintén, no de! Akkor, hogy lássuk a tapasztalatokat, nem ilyen helyzet, hogy zajlik a megbeszélés, és most olyan szikkel az öltözőbe. Hörj bácsi, ki nem csak akkor? Hát én gondolom, hogy már reggel nincs esély papíra, neked van, bár én elkészítés vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon számomra egy fiatalos arcokat látok az osztrák csapatban. Előnyes és történetet tetteném annak, hogy én még egy borlázott, meg mi sem végül egy kis még magyar tanítai csendékezetre, nem tudjuk valamit, hogy megtanít összegyetre. Az az a dió, hogy ott ült mellettem a buszon, és mondtam, hogy nem volt, köszön álljunk. Nekem mondani lenni csak rá, hanem én csak rá. Mihaly Kondrás!
22-essel, ahogy igen. Már nagyon jelben 23-assal, Kúfai Máté! 27-essel, Gomára Péter! Gyerünk, gyerünk, 34-essel, Kormát Már! 35-essel, Gergely Huror! 36-ossal, Mihes Gábor! 40-essel, Gürzi Perce! 47-es számmal, Rilis Lelette! 50-essel, Bíró Dobit Benedek! 55-essel, Süted Bálint! 57-essel, Isztor Ákos! 74-essel, Ögön Roland! 77-essel, Barajai Bence! 77-essel, Borda Norbert! A csapat egyfői, Gyöngyi Csabai, Jóvi Roland, segítői pedig Sándor Bence és Szigeti Tibor! És akkor következnek a korosztály csapat tagjai, kedves közönségünk! Ahogy az kell is. Még az utolsó praktikai elutazítás. A Diák Káosztár csapatában, kedves közönségünk! Rettessel! Norbert! Norbert! 8-assal! Kőn József! 9-essel! Kuzma!
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát habár ebben a percekben játszik az Erste Liga döntőinek utolsó hetedik mérkőzését, a debreceni jégcsarnokban van egy sokkal, de sokkal fontosabb találkozó itt számunkra. Egy jótékonysági gála kezdődik itt másodperceken belül. A DHK All-Star és a DLC Jégkorong Akadémia U21-es csapatának részvételével. Az ünnepélyes bemutatás már elkezdődött, éppen egy drón repkedít előttünk, és a csapatok is már ismerkednek egymással és a jéggel. Hát egy egészen káprázatos, jó másfél-két óra előtt állunk, azt kell, hogy mondjam, hiszen bárki nyer, az csak a másodlagos lesz. A legfontosabb az, hogy ezen a mérkőzésen itt mindenki nyerni fog, hiszen egy jótékonysági célt szolgál ez a mai All-Star gála, amely tavaly is óriási sikert aratott, és hát remélhetőleg, hogy most is legalább annyira népszerű és annyira hangos lesz majd tőle a következő napokban a helyi és akár az országos sajtó. A DHK All-Star csapatát kékben láthatjuk majd egyébként akkor a nagy ágyukkal, mint itt pont a legközelebb hozzánk álló Dancsfalvi Norbert és Berta Ákos kettős, akik még a DHK csapatában is egészen elképesztő párost alkottak. És rajtuk kívül is egyébként sok-sok egykori és jelenlegi DHK vagy Deac kötődésű játékos fog majd itt jégre lépni a következő percekben. A fehérben látható fiatalok pedig majd arra törekednek, hogy természetesen borsot törjenek majd az idősebbek orra alá. És hát még mielőtt egyébként itt elkezdődne a mérkőzés, Korcsinszki György, a debreceni jégkorong atya György Józsefnek ad át egy emlékplakettet, megköszönve az elmúlt két év munkáját a szenzációs vezetőedzőnek, aki egy magyar kupa győzelem, egy szuperkupa győzelem, egy Erste Liga elődöntő és számos emlékezetes siker, nagyszerű győzelem birtokosa. Ő volt az, aki az elmúlt másfél évben a Deac felnőtt jégkorong csapatát irányította, és hatalmas népszerűségnek örvend a mai napig. Ebben az évben kevésbé sikerült úgy az Erste Liga, ahogy szerették volna, és így pedig úgy döntöttek a felek, hogy György József továbbra is itt marad, viszont az utánpótlásban fog tevékenykedni, és az ünnepélyes korok bedobó, ha jól látom, akkor nem más, mint Babik János, aki egyébként a Deac csapatának a fizioterapeutája, és Berta Ákos, valamint a másik oldalról Karda Norbert az, akik közösen asszisztáltak Babik Jani korongbedobásához. Hát Jani egyébként bizonyította már itt az évek során, hogy fantasztikusan ért a fizioterápiához, és egyébként is egy szórakoztató személyiség, korongbedobásban sem utolsó, ezt láthatjuk. A találkozó játékvezető egyébként, akikről még nem elítettem szót, de természetesen, hogy megy előre a mérkőzés, majd ismertetem az összeállításokat is. A vezetőbíró Sipos Roland, segítői pedig Szabó Attila Kátli, aki a felszerelés menedzsere a Deac felnőtt csapatának, valamint Juhász Berencsi Luca, tehát egy hölgy sportás is majd itt lesz és segíti a mérkőzés zavartalan lefolyását. Borbát Dorogi, Karda Mihalik és Jakab fia kezdő ötös, a kapuban pedig, ha jól látom, akkor Gönci Bence kapott lehetőséget itt az első körben, a vendégeknél pedig Berta Ákos éppen tovább játssza a korongot. Molnár Dávid, de az csapatkapitánya, és egy gyönyörű indítás előre. Szép oldalváltás, és ott az első akció, Máté Lő! Svéd a kapus. És ott az de a második kipattanó viszont már bent van. Hát egy jó 50 másodpercet kellett várni az első találatra. Riáka All-Star úgy döntött, hogy ha már itt megindult a mérkőzés, akkor mindenképpen megmutatják ki az ura háznál, és hát mondjuk úgy, hogy talán a rutin nem ellett az akció mellett szólt. Az első kísérletet még visszaköszönjük, azt követően viszont a korong a hálóban. Molnár Dávid, a Deac csapatkapitánya, az első találat szerzőjét, fel van adva a lecke rögtön a fiataloknak. Szép akció. Szép takarítás, de nem jutnak ki a harmadból. A vendégeknek számítanak most egyébként a fiatalok, szóval nevezzük őket úgy. Könce Járon fordítja vissza, aki
most már állatorvosi tanulmányának a végén jár, ha jól tudom. De egyébként itt játszott a DHK csapatában, 17-es számmal láthatjuk. Egyébként a folyosón ki is van téve a meze. És ő volt az első Debrecenből induló játékos, aki a felnőtt válogatottságig vitte, aztán játszott a DHK után még a Ferencvárosban, és onnan aztán édesapja nyomdokaiba lépve ő is az állatorvosi egyetemre ment, és most pontosan nem tudom, hogy már elvégezte, vagy még az utolsó évet tapossa, minden esetre nem csak egy jó jégkorongossal, de egy jó állatorvossal is gazdagodik hamarosan társadalmunk. Méhes közben felvágódó korong, kiválóan védekezett vele szemben az All-Star csapatból György István, aki szintén egy ikonikus debreceni játékos volt itt sokáig a DHK-ban, és egyébként a mentoredzője a debreceni utánpótlásnak, és nem utolsó sorban, de a büfé üzemeltetője is káprázatos sósperecet szokott árulni mindig. Ez pedig a mérkőzéseken nagyon sokan ott szoktunk a perecek előtt találkozni a büfében, vagy éppen kortyogatjuk örömmel a... Hát aki autóval jött, az a szénsavmentes, vagy a mentes savasvizet, aki pedig esetleg anélkül, az pedig a sört, ott a lövés és ott a gól! Hát hamar felavatták Kecskeméti Áron is, nem kellett sokáig várni, a fiatalok válaszára egy 2 percen belül sikerül a szépítés, és ezzel egyébként az igazítás is. Szerző, hát érdekes, ugye Méhessel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy akinek ő most gólt lőtt, Kecskeméti Áronnak név szerint. Áron volt Zalaegerszegen, még Méhes Gábor edzője egészen fiatalon. Hiszen ugye Áron is Zalaegerszegen dolgozott többek között a debreceni kaland előtt, és Méhes Gábor pedig ott nevelkedett, és volt még edzője egyéb iránt. Áron. Hát így hálálta meg, úgy látszik, vagy lehet valami tüskét éppen törlesztett, ki tudja, majd a mérkőzés után meg lehet kérdezni. Minden esetre 1-1 az állás. Hatalmas harc középen, és Igor Razovtól szedik el a korongot, meg lehet lódulni, lesz-e kiállítás, nézem, de nem egyelőre. Igor Razovot könnyű lesz megismerni, egészen autentikus, régi, lila, ó, micsoda bejátszás, és nagy helyzet marad ki. Lila fejvédővel játszik, régi idők jégkorongos stílusát láthatjuk nála. Kecskeméti Áron pedig gyorsan rátenyerel a pakra, megvan az első védése a Deac Jégkorong Akadémia sportigazgatójának, aki egyébként ugyebár a másodedzője is volt a csapatnak az elmúlt években. 5 évig ez a titulus őt illette, és a sportigazgató továbbra is. Elhozzák a bulit hatalmas csatában a vendég fiatalok. Jakabfi készülődik lövéshez, Kecskeméti véd, és a kipattanót is el tudják hozni. Berta Ákos indul meg, de a csapatkapitánya volt éveken át, és ő az első olyan Deac játékos, akinek visszavonultatták a mezét. Most már a debreceni utánpótlásban tevékenykedik. Hopp, közben egy apró technikai hiba, és erre lecsapnak az U21-es játékosok. Keresztbe a passz, Mihalik András nem lőtte el, inkább hátra Dorogi Máténak, testvére Kristóf szintén a Deac alkalmazásában áll. Kiváló operatőr is. Egyébként a Deac Floorball csapatának a kapusa, öccse Máté pedig itt az utánpótlásban kőkemény védő szerepben tetszeleg őt, ugye Sándor Bence és csapata. Szentjobi Roland, a két vezetőedző, a kezdőbe nevezte. Szépen kikockázzák egyébként, lassan lövő helyzetbe kerülnek a fehérmezesek. Dorogi még, az egy gyönyörű fordítása túloldalra, Kozma. Ebben a szezonban az 5. évét húzta le a Deac felnőtt csapatában Kozma Fecó, mindig szemtelenül fiatal.
Molnár Dávid játsza tovább. És Berta fordult volna rá még egy lövésre. Nem meséltem még egyébként önöknek az edzőkről. Berecki Szabolcs, Civis Hír egyik neves újságírója. Ligeti Zoltán DHK alapító tag és Korcsinszki György alapító elnök. Ő hozta ugye létre a DHK-t még 89-ben, ha jól emlékszem. És ők hárman vezetik a kékmezben játszó All-Star csapatát, a vendégeknél, a fiataloknál pedig Sándor Bence és Szentőbi Roland a két edző. Hát ugye volt itt a mérkőzés előtt egy kis videós bejátszás, és a két egyébként labdarúgásból érkező erőléti edző, Szentőbi és Sándor elmagyarázták, hogy hogyan kéne a győztes taktikát itt kivitelezni a srácoknak, és rögtön azzal kezdték, hogy szöglet után mire kell figyelni, hát ugye szöglet nincsen a jégkorongban, ezért is volt igen-igen megmosolyogtató az ő szakmai tudásuk, de hát egyelőre jól menedzselik ők is a mérkőzést, mert 1-1 az állás, ezzel pedig Hári indulhat meg. Hári Norbert is hazatér Debrecenbe, az elmúlt évben a svéd harmadosztályban játszott, hiszen volt egy sérülése itt tavaly a Deacban, és az nehezen gyógyult, így bármennyire is szerette itt a debreceni közönségőt, és bármennyire is volt erősség a csapatnak, nem tudtak vele a szerződést hosszabbítani. Ott a lövés közben Könce ismételne, és így 3-4 szezon után eligazolt a svéd harmadba, de Kecskeméti járnak ki egyébként a 18-as számú játékos, ugye ő védi az All-Star kapuját, és ő a főszervezője a gálának, nem az ő hívására nem tudott nemet mondani. Hári. Hisztor. Együttes erővel hozták ki Gruffal. Hatalmas reklamálás, hogy túl sok játékos volt a jégen, de ezt most elnézi a játékvezetői hármas. Takács nem megy érte, viszont az jó lesz még Méhesnek. Méhes, jaj, micsoda játék! Hát nem sokkal maradt el a második találattól. De a Cégkorong Akadémia ügyes cselek, ott az újabb lövőhelyzet. És hát nem sikerült ezúttal sem Kecskeméti Áronnak megállítani a Méhes Gábort, aki duplázotta találkozón, és ezzel meg 2-0-ra a fiatalok vezetnek. Még az első lövét a Mamuta kezelték, azután viszont már nem tudott ő sem hárítani. Apró tanácstalanság a DHK All-Stars csapatának az arcán. Összedugták a fejüket a mesterek is a padon. Hisztor Elkos pedig az asszisztjegyző. Okos Csanád indul meg, és ő hívja párbajra a vendégek védősorát. Okos Csanád szintén játszott a DHK csapatában, még a Molligás DHK együttesében is, csíkszeredai születésű játékos, és egyébként ő a legalacsonyabb tagja az All-Starsnak. És utánpótlás edző az U21-ben, ő a szakvezető, valamint hó, micsoda hiba közben hátul Kecskemétitől. Szép játék, ügyes cselek, és a kapu torkából végül sikerült kivágni György József. És egy gyönyörű indítás előre, egy picit volt. Picit kellett volna esetleg jobban koncentrálni, és akkor át tudta volna venni az ügyesen kiugró csapattárs. Ez pedig itt tilos lesz. Hát György József ismét megmutatta egyébként, hogy mennyire ért a jégkoronghoz. Itt most játékosként csodálhatjuk meg a tudását. Ő ugye Gyergyó Szent Miklósról indult, a Gyergyó éppen ezt elég a döntőt játszik, és egyébként érdemes tudni róla, hogy amikor játékos volt, akkor is a védősorban volt elsősorban bevethető. Ez most egy tiszta szerelés volt. És ezzel pedig meg is lehet indulni előre esetleg. Bart is, szintén erdélyi játékos, határozottan megmutatta Máté Csaba, hogy ki az uraháznál.
Ő is ugye több mint 15 éven keresztül a debreceni ékonom szolgálatában állt, Máté Csaba. Most majdnem meg tudta szerezni, de lássuk Mihalik Andrást. Gyönyörű játék, éppen nem tudták előni a vendégek. Ezzel pedig most 3-1 lehet indulni György. György József. Lássuk, mi lesz mellé. Kinézte magának a rövid felsőt. Viszont még szépen tálalja a Máté Csaba elé. Az is jó, még egy szép beleérés középen. Nem volt az rossz ötlet egyáltalán. Holá Márton kísérletét láthattuk az imént. Ugyes csel. Ezzel tisztára játszotta magát Dancs Falvi. Csapatkapitánya volt a DHK Molligás együttesének. Dancs Falvi még! Esnek kellnek a játékosok. Jakab Fit borították fel. Na, szépen egymásra találnak most már itt a felek. Megy az ismerkedés, Mihalik András. Dorogi. Az gyönyörű meglátást. Ott a lövő helyzet, Karda mellé! Karda Norbert egyébként szintén Székelyföldről érkezett. És kiváló bíró hírében áll. Hó, micsoda kötőt kapott ott valaki. Nem sikerült felszabadítani a DHK All-Star csapatának. Keresztbe elzúg a korong. Kókai. És Doroginak aztán hátra lehet cserélni, lehet érkezni a friss lábakkal. Ügyes cselek, és végül is Berta és Köncei elkorcsolyázott egymás mellett. Karda. Szép játék, vissza a korong. Kecskemét járó jól jött ki most a kapujából. Szépen szúrt közbe. Közönség egyelőre csendben fürkészi a mérkőzést, annak ellenére, hogy abszolút telt ház van. Nagy lövés és egy szép védés Göncitől. Közben egyébként Köncei és Berta beszélgetett itt a kék vonalnál, hogy mi lehetne a következő megoldás. Ügyes váltás. Lesz-e passz? Nem lesz passz. Egyelőre. Hári forgolódott ügyesen, de a lövésig már nem jutottak el. Hári aztán megint bele az emberbe. Nagy Zalán, utánpótlás edző. Ügyes csel, megint csak nagy. Ott hagyja Hárinak és Kozmának, tavalyék ugye még csapattársak voltak. Az is jó, még ott a lövés, Gönci véd. Szépen fordult be egyébként. Nagy, ő indította a támadást. Most viszont iszkolni kell hátra, Ördög. Ördögi cselekre képes, ahogy hallottam. És ez majdnem egy jobb már-már assziszt lehetett. Ezzel viszont most megint megindult Köncei áron. Hát rengeteg gólt lőtt erre a kapura, amikor a vendégek ott voltak a túloldalt. Most kiszolgálta volna a társát. Nagy. Okosan most energiatakarékosan figyelmesen játszottak. Egészen ez idáig a DHK játékosai. Aztán Gruff szerelt, és ez pedig már Takácsé lehet. Takács ügyesen ellép. Hú, kiállítás. Hoho. Hát Szabó Attila Kátli. Ő volt a leggyorsabb, aki emelte a kezét. Aztán lehet, hogy mégsem lesz kiállítás, mert azt nézem, hogy Gönci nem jött le a kapujából. Hát lehet, hogy akkor leszavazták Kátlit. Aztán majd kaphat itt a társaktól a szünetben. Szenzációs megmozdulás Takácstól. Ott az újabb lehetőség, ez most elzúgott a kapu előtt, de lesz kiállítás, mondom én. Most lesz bizony, mert megszerezték a kékek a korongot, és a vezető bíró Sipos sporttárs is jelzi, hogy bizony-bizony itt egy kiállítás fog következni. A mérkőzés első kiállított a gáncsolás miatt György István, a közhiedelemben ellentétben nem testvére György Józsefnek, csak hát ott Gyergyóban rengeteg György vezeték nevű játékos és játékos is születik, de maga az emberekre gondoltam most itt éppen. Szóval nem rokonok, de nagyon jó barátok. Közösen láttam őket pálinkázni a DHK kapusának, Kecskeméti Áronnak az esküvőjén. De valóban férfian én is pálinkáztam velük.
de hát nem csak ez hozza össze az embereket, hanem a jégkorong is többek között. Ember előnyben tehát a fiatalabb csapat, a fehérmezesek. Jakab Fés rögtön az első előnyt, akár gólra is lehetne váltani, és akkor szenzációs statisztikával lehetne előrukkolni. Janne Jokila, az utánpótlás csapat, U18-as csapat vezető edzője volt az, aki próbálta volna Jakabit szerelni, ez pedig egy lövés, amelyben jól szúrtak közbe a hazai védők. Karda volt az ismételten, aki szívesen lő. Karda Norbert, ahogy említettem, ő egyébként már a bíróskodással is egészen magas szinten foglalkozik. Azt mondják a szakemberek, hogy kifejezetten jó bíró válhat majd belőle a felnőtt mezőnyben is, hogyha ilyen ügyesen menedzseli magát, de hát játékosnak sem utolsó. Fehérvárról érkezett egyébként, és ahogy mondtam, ő is csíkszeredai. Nagyon sok csíkszeredai és gyergyői jégkorongos van itt a csapatoknál, mind az egyik, mind a másik oldalt. Megúzták az első rohamot a hazaiak, lássuk Jakabfit, ügyesen cselez. Majdnem sikerült megkaparintani, de Karda még jöhet vele. Aztán nem jön, Razov menne rá. Tényleg egészen szenzációs ez a sisak. Mihalik András pedig nem tisztelve a kort, lelopta az ütőjéről. És ezzel viszont az Igor Razov, hogy a másodperceket leégette. Visszajöhetett György István, ismételten 5 az 5-ben a felek. Borbát Márk. Testvére Norbert az a másik csapatban kapott helyet. Ügyes cselek. Szépen fordult. 6 perc van még egyébként az első harmadból. Érdekes, hogy van még fél perc a kiállításból, de György István már visszajött. Lehet akkor ez egy ilyen all-star szabály, hogy csak egy percig ülnek kint a büntetettek a padon. Süket. Szintén csíkszeredai Borbáttal az összjáték. Ó, micsoda játék! És... Kecskebéti Áron egy olyan bravúrt mutat be, amelyet csak a legnagyobbak tudnak. Keze lába a magasban és testével védte kapuját. Nem tudta most ezt átfűzni a fiatal titánokból álló fehér mezes csapat. Elképesztő bravúr Kecskemétitől. Viszont még nem múlt el teljesen a veszély, mert elhozzák a bulit. Így most már elmúlt a hazaiak. Hoppá, hát nem sokáig szokták ezeket megőrizni. Ez viszont most egy ügyes megmozdulás Molnár Dávidtól, aki nemrég egyébként Snoop Dogg koncerten vett részt Belgiumban. Ez alapján ki lehet találni, hogy milyen a zenei ízlése Dácinak, aki egyébként ebben az évben volt először a Deac csapatkapitánya is rögtön az első mérkőzésén. Ott a helyzet közben, ó, micsoda játék, gól! Berta Ákos! Hát ez egy olyan mozdulat volt, amit tényleg sokáig nézhetnénk, és hát el sem hiszük, hogy az 51-es számú all-star játékos már egy éve nem ebből keresi a kenyerét, hanem abból, hogy edzősködik. Nem kopott meg a tudása, ez egyértelmű. Finom mozdulat csuklóból, és aztán fel a rövid felsőbe. Hát Gönczi Bence, aki egyébként nem Gönczi Lajos testvére, hogy itt eloszlassuk az összes ilyen vezetéknév kavalkádot. Nem tudott ezzel már mit kezdeni, és ezzel egalizál 5 perccel az első harmad vége előtt a DHK All-Star csapata. Tehát pont 5 perc van át, amikor ismételten a mérkőzés során először egyenlít a DHK All-Star csapata. 14-es számú Molnár Dávid és a 27-es Dancsfalvi Norbert átadásaiból a gólszerző 51-essel Berta Ákos! 2-2, gyerünk előtti! Szépen hozzák most ki a fiatalok. Molnár Dávid és Dancsfalvi Norbert pedig egy-egy asszisztot jegyezhet. Hát a tempó az tényleg verdesi az NHL-ét, majdhogy nem. Főleg ezeknél a koronkihozataloknál. Kozma,
Szép váltás, és kapja vissza Kozma Fecó. Aztán elválasztják a korongtól, és ezzel pedig már kontrát lehet építeni, ha úgy van, és hát úgy is van. Nagy lehetőség! És ez bizony egy büntető lesz így. Hát be kellett vállalni, mert egyedül lépett ki rendkívül gyorsan a fiatal csatár, és Köllő István pedig csak úgy tudott közbelépni, hogy elgázolta a kilépő akadémistát. Fel van adva a lecke. Ördög Roland, ugye mondtam róla, hogy ördögi cselei vannak. Hát lássuk akkor, hogy Ördög Roland vagy Kecskeméti Áron lesz az, aki ezután a büntető után majd boldogabb lesz. Szépen rávezeti Ördög. Tipmix felirat felé, elviszi! És nincs gól! Kecskeméti véd! Nem lehet csak úgy túljárni Kecskeméti Áron eszén, ebben biztosak lehetünk, hogy minden tudást összegyűjtve érezte, hogy merre fog jönni a büntető. Ördög pedig ezúttal a vesztes fél közé tartozott, próbálkozott, szépen be is vitte egyébként a pakkot. A lövésre talán már nem volt ereje, vagy nem koncentrált annyira, de mondjuk azt, hogy Kecskeméti bravúrral hárított. Viszont maradt támadásban a kékmezes DHK All-Star. Máté, ügyes cselek, megvan még, okos, okosan mondhatnánk, György, József, Máté, György István, szépen körbeadogatják most a hazaiak, Jokila és okos, György, nagyon szép támadásépítés, itt várja Jokila. Egyelőre nem kapta meg, és most pedig már lehetett volna indulni, de nagyon jó ütemű közbelépés Nisztortól. Oldalváltás, picit pontatlanul vette át az eddig két gólos Méhes, az viszont egy ügyes megoldás. Ó, micsoda játék! Ez most nem a kapuson múlt, hanem a védőn, és megvan az első törött botunk. Nem bírta a feszültséget a játékszer sem. Révész került gólhelyzetbe, viszont nagyon jól hárított a kapus helyett a védő. És jönnek a friss emberek, Borbát, Gruff, Mihalik, Karda és Kókai. A micsoda csel. Elfektette még saját játékostársát is Borbát ezzel. Aztán Karda felért oda a kapu elé, de blokkolták már a lövését Mihalik. Ez pedig a legponterősebb U21-es játékosa lett. Fantasztikus teljesítménye Mihalik András, és az egész Deac csapatában ő volt a legponterősebb magyar játékos. Ezúttal is gratulálunk neki, szebbnél szebb gólokat lőtt, és hát tényleg élményszámba ment a játéka. Az egy tökéletes indítás lett volna. Nem tudta átvenni azonban Olá, aki DHK OB2-es csapatában mai napig játszik, és egyébként ő itt a bejáratnál található sportboltnak a vezetője. Bárkinek felszerelés kell, akkor a szünetben esetleg ki tud szaladni a kulccsal, és pótolni a hiányzó eszközöket. Azt mondta róla Kecskeméti Áron, hogy ő van az egyik legjobb formában fizikálisan, mert ő a mai napig edz. Tehát rá mindenképpen alapoznak majd a támadó sorban. Ügyes korongváltás, és ezzel pedig még lehet menni egy kontrára. Esetleg, ha 1.40-nel a vége előtt van még ereje Olának. Gruff mondjuk előnyösebb helyzetben volt. Óriási küzdelem a kapu mögött. Lesz-e lövés? Ó, de okos játék! És Gönci az, aki itt végül kicsi a rakásban próbálnak lebírkózni. Már megszerezte a pakkot a kapus, amikor érkezett még hátulról egy
lökés, de hát ugye ilyenkor a jégkorongban pedig főleg a kapus mindig az, akit leginkább védenek. Várajai indul meg, ugye ketten vannak Várajaiék, nagy lövés és Kecskemét véd. Ez pedig egy tökéletes indítás előre Bertának. Felborítják Bertát, na lássuk lesz-e, nem lesz bunyó. Hú, pedig már azt hittem, hogy belelendülnek. Utolsó percben járunk. Berta Ákos aztán büntetőt reklamált. Talán majd a következő harmadban Dancsfalvi szépen viszi be a korongot a harmadban. Gyönyörű cselek és aztán fölélő. Günci egyébként fogta a szöget. 40 másodperc van még az első harmadból. Köllő István és Nagy Zalán beszélgetnek. Ők ugye könnyen megértik egymást a hétköznapokban is. Miután Nagy Zalán az út 8 és az U10-nél edzősködik, és az U8-asok vezetőedzője Köllő. Elválasztották a korongtól DHK csatárt, ez pedig még akár egy gólszerzési lehetőség, nem tudott ráfordulni Ördög. Kérnét hátul, Bíró Dobi meg is kapja, na ő Debreceni. Hosszú sérülésből tért vissza Bíró Dobi, a jól tudom bokatörése volt, és abból sikerült felépülnie. Most már itt van a jégen. És ebben a másodpercben letelik az első harmad. Az első 20 percet követően DHK All-Star, Deac Jégkorong Akadémia U21, 2-2. Negyed óra szünet, és aztán jövünk a folytatással, nem menjenek sehová. Szerencsére eddig kiváló színvonalon a találkozó, bízunk benne, hogy a folytatás legalább ilyen izgalmakat hoz majd. Szünet tehát, és aztán várjuk vissza önöket. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hát nosztalgiázom egy kicsit, mert ilyenkor mindig visszabondanak azokra a srácokra, akikkel annak idén elkezdtük. És hát és még ezen az All-Star, a tavalyi All-Star gálán sem vettek részt, már azért, mert már koruknál fogva az volt kivétel, a kivétel, nem
most is foglalkozni, már csak nézőként a jégkoromban. Szívesen jövök, az egy külön megtiszteltetés, hogy edzői papír nélkül én vagyok a csapatnak az edzője, de azért hagyd meséljem el azt a sztorit, hogy volt itt egy olyan edző, akivel együtt vittük a U20-ast, és amikor én egyszer egy mérkőzés közben mondtam egy-két dolgot a fiúknak, hogy mit hogyan látok, akkor ő letorkolt mondvá, hogy Feri bácsi, hallgasson, mert nincs edzői papírja. Hát van magunk, de lehet, hogy meg tudtam volna szerezni. Hát végig ez az biztos, hogy szerettünk volna egy olyan meszt csináltatni, ami nem túl csicsás, nem túl panyolult, és a gyártási megoldások akkor nem voltak olyan egyszerűek, mint most. Nem voltak meg azok a kérdés, egyszerűen szitáldással tudták csak megoldani. Most is csak most olyan képi módon, hogy össze van kapcsolva a komputeres szerkesztéssel. Láttam magam is Dunajvároson ezt, és hát jó, nagyon örök neki, hogy ezt előszedtük. De akkor 89-ben párbizottság elé került ez a jégkoromklub alakítása, mert akkor még ugye mindenféle ilyen összejövetelt 89-ben, azt úgy tekintettek, mint a demokrácia elleni népi összeesküvés, és hát végül is el kellett fogadják, mert Sárkadi professzor akkor ugye igazsági miniszter helyettes volt, ha jól emlékszem, ő hozta létre a társasági törvényet, vagy fő alkotója volt, és ott ugye szabaddá tették az alakulást, a civil szervezeti alakulást, mi így alakultunk. Hogy egy nagyon jó lehetőségnek tartom arra, hogy kicsit felszabadultabb legyen a játékosok is, a utánpótlás, akik nem szerepelhetnek, azok is felszabadultabban élvezik a jégkorongot. Ez igazából egy szórakozást jelent, és talán azoknak, akik nem kapcsolódnak még a jégkorongokhoz, de esetleg meghívást kapnak valahonnan, azoknak is ad egy lökést arra, hogy ez egy olyan sport, amit érdemes támogatni. And she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass.
the ears that never listened. Here's a riddle of the fire in a heart. Here's a song about the hands that took a life for a dance. About being brave enough to stand up to the man. About when you're feeling way too small to make a difference. But so shout into the monsters in the dark. About a girl with little braids that turn the world to a parade. And here's a song about doing anything it takes. And though I tremble in the cold blue night, knowing I'm alone this time. And then I looked up into the giant's eyes, and I found my strength inside. Now I'm Goliath. Your worries
Fél percen belül kezdődik a második harmad a DHK All-Star Deac Jégkorong Akadémia U21 mérkőzésen. Igazságos 2-2 az állás, hiszen azért ha a meccs összképét nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg szinte végig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Méhes Gábor villant a fiataloknál 2-t, valamint Berta Ákos az idősebbeknél, és így tehát az ő duplájukkal 2-2 az állás 20 perc játék után. Érdeklődve várjuk, hogy a folytatás hogyan fog alakulni. Szent Jobbi Sándor edzőpáros egészen komoly taktikai csatát vívott le egymás ellen és a játékosokkal természetesen, hogy a folytatásban hogyan lehetne egyébként a mérkőzést a maguk javára fordítani, de én azt gondolom, hogy a Ligeti Korcsinszki Berecki trió is megosztotta a véleményét és a gondolatait az övéivel. Egyébként pedig még mielőtt itt hozzákezdenénk a második harmad krónikájához, a két kapus, a két kapus ezúttal pihenőt kapott. Gergely Hunor első védése Mamuttal védte az első lövését a csapatnak, ott a második, a kipattanót pedig megfogja aztán Gergely. Magyar Zoltán pedig Kecskeméti Áront váltotta erre a 20 percre. Hát igazságosan megosztják a felek a kapuban is a teendőket. Pontos statisztikával nem tudok számolni, hogy hogyan is sikerült a két kapusnak a teljesítménye az első harmadban, de én azt gondolom, hogy minden becsület, minden tőlük tehetőt megtettek, és csak a szuperlatívuszokban lehet beszélni a teljesítményekről. Lássuk Mihalik Andrást és Karda Norbertet! Magyar Zoltán ezt most szemmel védte, de kiválóan hárította úgy, hogy nem mozdult ki a kapujából se. Magyar Zoltán egyébként tavaly is védett, akkor 3-1-nél állt be, akkor vezetett még az All-Star, hát végül 4-3-ra kikaptak, de nem lehet az ő számlájára írni a verességet semmiképpen. És egyébként helyi amatőr csapatnak is a tagja. Nagy Zitzer! Ó, kapuvas! Talán még hozzáért Magyar, Mihalik András lépett ki. Majdnem ott volt az újabb vezető talált, ez pedig Köncé Áron lehetősége, szépen fűzi át magát. Aztán a visszatett korong, Gergely jön ki a kapujából, és továbbítja aztán védőtársának. Nagyon kellett ez a jó közbeszúrás tőle is. Na hát akkor kedves közönségünk, egy kicsit tornáztassuk meg a hangszálainkat. Sándor Bencének hajrá, kellett mentenie az imént. És most megint neki kell hátra iszkolnia. Hári elé fekszik be, Hári nagyon higgadsellel visszateszi, ott a lövés! Óriási zicser volt megint. Nagy Zalán hagyta ki a lehetőséget, aztán majdnem ördög tudott kiugrani. Magyar, ú, de higgadsel volt, az igen. Hát ha létezne a jégkorongban bicikli, akkor ez most az lett volna. Közben pedig Müller Károly, a Deac jégkorong csapatának elnyűhetetlen sajtósa hozott nekem két összeállítást, ami lemaradt az első harmadból. Így most már mindenkit név szerint lehet azonosítanom. Nyilván azért ez meg fogja könnyíteni a dolgunkat. Már azért eddig is próbálkoztam. Mozgásról, testalkatról és hát betűkről kiigazodni. Ő például most Szabó, aki megindul, ördögnek passzol. Ugye volt egy kihagyott büntetője, melyet Kecskeméti Áron fantasztikus teljesítménnyel védett. Nagyon szép csel. Ohoho, egy kis iskola Okos Csanáttól. Hát nem hiába volt ő Molliga szereplője is a DHK csapatának. Megint Okos. Oda passzírozza aztán a palánkra. Várajai Ádám. Ugye Várajai ketten vannak. Ádám és Bence. Az pedig Nagy Zicser, óriási védekezés, Sándor Bence még nem összekeverendő az edzővel, akit szintén Sándor Bencének hívnak. Nem rokonok ők sem természetesen, hiszen Sándor Bence a padon, a kispadon a
Loki bajnok focistájának, Sándor Csabának a fia. Sándor Bence pedig Sándor Aladárnak a fia a jégen. Ó, mekkora játék és gól! 4-3, helyett 3-2. Szerzi a vezetést, ha jól számolom, másodjára az EAC Korong Akadémia. Révész a gólszerző, Révész Levente. Tisztelt Zurgoló, hogy ismételten megszerezte a vezetést a EAC 21-es csapata. 14-es számú Dorog Imáti átadásából a gólszerző 47-essel Révész Levente! Révész első gólja. Egyébként Révész Zsuzsának, az ikertestvére Révész Levente, aki ugye most a női válogatottal éppen Kanadában az elit világbajnokságon szerepel. Egyetlen Deac jégkorong játékos a nők közül, akit beválogattak a magyar válogatott keretébe. És ugye Révész Zsuzsa kapus, hát reméljük, hogy Révész Leventének is legalább ilyen szép pályafutása lesz. Gyönyörű cselek közben. Állva hagyja az egész mezőnyt egyébként. Ügyesen tört előre. Nyisztor. Ott van még azonban, nem múlt el a veszély. Hülyen őrzi György József. A vendégeknek számító fiatal Takács Balást. Nagy lövés! Nem volt az rossz. Süket Bálint, szintén Székely játékos, ez pedig egy óriási passz előre. Olá elesett, és ezzel pedig kontrát indíthatnak most az ifjoncok. Méhes, nem lesz Mesterhárvas, talán Nyisztor, nagy védekezés. Ott az újabb kísérlet, Magyar vetődik ki a kapujából. Fantasztikus megoldás volt a sokat látott kapustól. Óriásit nyújtózkodott, és végül meg is lett az eredménye. Közben egyébként kicsit kitekintve az Erste Liga döntőjére, a Gyergyó Szent Miklós 2-1-re megnyerte a hetedik mérkőzést, ezzel története során először bajnok lett a Gyergyó, hát akár György József, akár György István számára ez egy kiváló hír lehet, pláne akkor, ha a DHK All-Star csapatával megnyerik ezt a mérkőzést. Ó, egy figyelmeztetés közben. Nem bír a vérével. És kiállítás is lesz. Ajjaj, másodjára intették meg egymás után Várajai Ádámot. Ezzel pedig így, hogy kiállították, mehetnek át a túloldalra a felek. Bent van a jégen egyébként Borbát Norbert is. Kettessel itt hozzánk legközelebb. Cuki becenévre hallgat. Sokáig azt hitték egyébként itt a jégkorongos berkekben, hogy azért, mert hogy cukrász akart volna lenni, de nem azért, elárulom. Pont nála van a korong egyébként a videó elemzője. Ó, de háttal oda se nézett. Parádés passz. Hatalmas korong Molnár. Éles a szög. Rá tette onnan is. Borbát kérné. Lássuk, megkapja-e. Egyelőre nem. Dancsval, Borbát, videó elemző és egyébként a nagyoknak és a egyik utánpótlás csapatnak a vezetőedzője, Molnár. Mekkora lövés! Ó, mekkora gól! Berta Ákos mester 3-as, ez igen! Hát felavott a Gergely humort, rendesen. Kapás gól, egyből a rövid szerzőbe. Berta, sokba került ez a kiállítás. Várajaitól. Ezzel tehát visszaáll a döntetlen állás, 3-3. Újabb országból a
Bolszentő a 25-es számú Dancsvar Norbert és a 14-es számú Molnár Dávid átadásából 51-es számmal Bertó Ákó! Horváth Márk. Nagy védés magyartól. Átmegy a túloldalra a korong, Mihalik András gyűjtötte be. És azzal pedig ki lehet lépni Köncei. Köncei megkerül a kaput. Nagyon szép eddig, amit csinál. Ott a játék, gól! Hát egy fél perc alatt nemhogy egyenlít, de megfordítja a találkozót a hazai csapat, ha lehet ezt így mondani. Hári, 17-es, 16-os szolgáltatja. Köszönjük Áron, szakmától mutatja itt nekünk büszkén, hogy fantasztikus érzéke van továbbra is a jégkoronghoz, és Hári Norbertet, poszttársát szolgálja ki egy kihagyhatatlan zicserrel, ezzel tehát a Svédországból hazatérő Hári már nem ült feleslegesen repülőgépre, hiszen ezzel a találattal ismételten a kék mezeseknél az előny. A gólszerző 16-ossal Hári Norbert! Nagy helyzet, ott az újabb gól, hát megindult, az biztos a gólgyártás. Mint egy jó teniszmérkőzésen úgy kapkodhatjuk a fejünket, itt az egyik, ott a másik, ezúttal. Újabb egalizálás, 4-4, elégedetten biccentenek össze a kispadon. Sándor Bence, Szent Jobbi B és Botond és... Ad a 24-es csapatának negyedik gólját, a 34-es számú Horváth Márk átadásából, 21-es számú játékosunk. Nagy korong ismételten, kiteszi aztán Magyar. És ugye Gönci Csaba szintén az edzők között, ha őt nem említettem volna. Sándor Bence, Szent Jobbi Roland és Gönci Csaba is, ugye Gönci Csaba pedig az utánpótlás csapatnak a felszerelés menedzsere. Jokila. Gyönyörű keresztbetett korong volt a finn U18-as vezetőedzőtől. Ő ugye idén érkezett. Rengeteg finn első osztályú bajnoki van a lábában még játékosként. Egyébként az NHL-ben a Columbus Blue Jackets is draftolta. Aztán végül hazájában tudott kiteljesedni, ami egyáltalán nem visszalépés Jokilától, hiszen a finn bajnokság az egyik legjobb. Egész Európában magyar! Fantasztikusan véd. Hát, nagyon jó helyzetben vannak az All-Star játékosok, mert két fantasztikus kapus, és a túloldalt is Gergely Hunor. A kapu is elmozdult. Hát lassan tényleg kéne valami statisztikát vezetni. Itt a kapusok védéséről. Magyar az egyik oldalt, véd Gergely a másik oldalt. A buli pedig jöhet majd a harmadból. Szokolov mutatta, hogy hová kéne György Józsefnek kell most sprintelnie hátra. György, nagyon szép a védőmunkája, ott a lövés, kipattanó nincs. Hisztor tűzte rá. Mihály Szokolov és György József pedig remekül védekezett. Hisztor megint, magyar. Bámulatosan szállt be a mérkőzésbe Magyar Zoltán. Razov. Eltakarítják onnan az egyik fiatalt. Utána kell gyorsan menni. Szokolov. Most a két orosz játszott volna össze. Úgy György József parádés cselekkel. Ha már vezetőedzőként nem számítanak rá, még egy parádés védő lehet belőle a következő évi Deac csapatban. Nisztor. Ugyes csel. Ott a középre tett korong. Ott van még a lehetőség, nem múlt el a veszély, György József. Elhálasszák Máté Csaba elől. Támadásban maradnak tehát a vendégek. Ilyes váltás, lövőhelyzet.
Takács még. És magára húzza a kékeket, ez pedig pontatlan passz volt. És ezzel pedig megindulhat Mihály Szokolov. Helyett Máté Csaba, aki egyébként kapus volt. DHK felnőtt csapatának volt kapus edzője is, és amikor még játszott, akkor pedig a kapuban volt. De univerzális és a mezőnyben is kiválóan teljesít. Várajai Ádám kérni középen is, meg is kapja. Egy tökéletes lövés lett volna, ha nem állja az útját Magyar. Brilliáns megoldás volt ezúttal is. Fiatalok akcióztak. Lehet esetleg újabb lövés, Bartók, összezártak ott ketten. Kontra. Dancsfalvit borítják. Ott van Molnárnál. Aztán elhagyták végül. Várajai Bence nem ért el. Borbát Norbert ügyesen. Süket elől Molnár Dávid. Köncei Korcsa játszik aztán hátra végül. Egyszer, kétszer Köncei-től, ott hagyta Bartist is. Köncei még beközépre, ó, de finom lett volna az a megoldás. Nagyon jól érkezett Kozma Ferenc. Hatkó tette vissza. Köncei. Picit talán rövid, de még jó lehet Matkó. Ő most nem kapja meg, inkább Kozma. Hárival oda megy segíteni. És aztán Bíró Dobi hozta el. Na lesz-e lövés vajon? Köncei. Szépen az is. Ó, tiszta lövőhelyzet lassacskán. Hatalmas védés az utolsó másodpercben, de Köncei visszaszerzi. Hári. Ó, ügyes cselek, még egy Köncei lövőhelyzetben. Lesz-e lövés? Fonákkal bizony, ott az újabb üres kapus lehetőség, amellyel azonban nem tudtak élni a hazaiak. Kontra jöhet, óriási csattanó középen. Köncei Áron ismerkedett meg Bartissal. Hú, micsoda megoldások, egyre inkább cifrázzák a srácok. Most Karda és Borbát mehet. Sőt, érkezik Mihalik is, picit mögé érkezett a korong. Nagy zicser, ó, micsoda játék! És kihagyni a kihagyhatatlant. Ez most összejött. És akkor aztán egy kis keménykedés. Karda cibálja az oroszlán bajszát. És ez most egy kiállítással párosulhat. Na, mi történik? Azt hittem Kardát kiállítják, de videózás lesz, úgy tűnik. Hát szakszerűen ezúttal egy mobiltelefon jelenti a videós háttértámogatást. Szabó Attila Kátli minden szakmai tudását beleveti ebbe a videóelemzésbe. Általában ő a felszerelésekért szokott felelni, de úgy látszik, hogy a videóelemzésben sem utolsó Kátli, és egyébként sok minden másban sem megadják a gólt. Akkor ezzel 5-4. Tehát ismételten vezetnek a hazaiak, újra kell majd fújni. Egy kis diskurzus még itt a zsűriasztalnál, egyébként egy-két tortát is fel lehet fedezni, ugyanis találkozó előtt volt tortaosztás is, és a tombola még hátra van, ugyanis ugye a jótékonysági gálának itt a tombolák voltak a fő támogatói, úgymond, mert az országcsapat 5. gólját okos Kanár átadásából György István! György István a gólszerző közben, Karda fölé száll. Tehát ezt a francia pirítósokkal látni, ha remekül, a koronga is.
szóval ugye a belépés ingyenes volt, viszont a tombolákkal, ilyen támogató jegyekkel lehetett az anyagiakat összedobni a gyermekklinikának. Közben Bartók András fog kiállni? Nem. És majd a tombola sorsolás szerintem a következő szünetben lesz. Az játékosok mezeit lehet majd egyébként megkaparintani. Az előző gólszerző György István indul meg. Szenzációs játékos volt még fiatalabb korában, de hát azért most sem kell szégyenkeznie. És nagy helyzet. Mihalik András kardának hagyja ott. Hát a mögé passzolta, okos indítja Jokilát. Jokila még átadja, nagy helyzet! Hú, mellé. Pedig annak a korongnak szeme volt Jokilától, aztán okos csanád majdnem a levegőből. Aztán háttal! Jokila várhatta volna, és meg is tette. Viszont ez még mindig jó. Razov! Razov! Nagy védés Gergelytől. Hát, pedig én egyébként a sisakjára pályáznék. Ez így tilos lesz közben. Hogyha esetleg lehetne választani, hogy mez vagy sisak. Razov egyébként a legidősebb tagja az egész keretnek. Csak úgy, mint Mihály Szokolov, nagyon régóta itt játszik. Vagy hát nem játszik, dolgozik most már itt a debreceni jégkorong sikeréért. Jakab fi előre. Ügyesen. Nem ismerik bántani. Nagy védés közben. Szokolov fordult rá. Majd kapja vissza a korongot. Jakabfi Sámuel nem bír vele. Nagy bejátszás középre Gergely. Ő is egy csíkszeredai ifjúsági válogatott játékos. Gergely a kapuban. György József. Ügyes csel. Még a második sem rossz. Ott az újabb zicser. Nagy védés ezúttal is. Mamuttal. Nem tudtak. Túljárni. Gergely Hunor eszén, ezúttal is a Razov próbálkozott. Jól össze egymásra találtak most egyébként. Berta ott hagyja. Bertának vissza, hármat lőtt már. Értelemszerűen nagyon figyelnek rá. Játékvezetővel is diskurál Berta. Közben Borbát Norbert indul meg. Ügyes váltás. Majd korongszerzés nincsen, majd így odaadják, és ezzel pedig ördög kiléphet, és fújnak egy lest. Hát lehet ez volt a szerencséje most az All-Star csapatnak. Ördög majdnem olyan tisztán ugorhatott volna ki, mint amikor a büntetőt végezte el, akkor ugyebár, ha emlékszünk, nem jött össze. És most sem tudott, mert a les szabály megállította. Molnár Dávid. Dancsfalvi indulna a túloldalt, felvágódó korong. 6 perccel a második harmad vége előtt. Kiélezett találkozó továbbra is. 2-2-vel fordultunk, azóta 3-at lőtt az All-Star, 2-t pedig az utánpótlás csapat. Dancsfalvi. Szép szerelés. Jó indítás. Hó, micsoda csel. Megint csak méhes. Ez most lövésig már igazán nem jutott. Szépen veszi át Berta. Dancsfalvi egykori játszótársa várja középen, éppen hogy mögé érkezett. Borbát. Sándor Bence. Neki is az alapszakasz, vagy a rájátszás előtt
ugye a mini playoff előtt már megsérült, így nagy bajban voltak a védők terén. Viszont még Brassóban szenzációs gólt szerzett Takács, jó észrevétel. Gyönyörű csellett volna Méhestől, amennyire apró termető, olyan fürge, Nyisztor. Nyisztor még, hátraadja. Nem lesz lövőhelyzet, mert eladják, és ezzel pedig most meg lehet lódolni megint. Hári, ügyesen, picit pattogós korong, de azt meg lehet még szelídíteni. Hári nem lőtte rá. Ott a következő érkező Köncei. Nyisztor, megint les. Szépen körbejáratták egyébként az elmúlt akciót a vendégek, vagy a hazaiak pontosabban. Őszintén kíváncsi lennék egyébként egy kapu statisztikára, mert mind a két hálóőr kiválóan teljesít. Bart is. Közben a kapu egyébként az elmozdult a helyéről, és ezt nem vették észre egyelőre a játékvezetők. És pont amikor Kozma megindult volna, akkor jöttek rá, hogy bizony-bizony a kapu hiányzik. Szépen felsorakoznak a bulihoz a játékosok, bár azért meg kell hagyni, hogy volt egy pici kis szusszanás is ebben. Hú, mekkora ütközés hátulról. Köncei mutatta meg ki az uraháznál. Lesz-e belőle gól? Nem. Dománt borította egyébként fel. Marad az akció kékeknél. Ügyesen háttal. Ez pedig kontra lehetőség. Bartis ott hagyja ellenfelét. Bartis még gól! 5-5! Ezzel most nem akart teketóriázni, nem akart cselezni. Ezt kőkeményen bevágta a fiatal Bartis István, aki megszerzi az első gólját a mérkőzésen összességében. Pedig ezzel 5-5-re módosul az állás. Újabb szépségdíjas találat, és megvan az egyenlítés. Bart is egyébként 4 éve játszik itt Debrecenben, szintén Erdélyből érkezett, és a Debreceni Egyetem hallgatója. Okos. Ops, összekorcsolyáznak Jokilával, le is jött a kesztyűje Okosnak, Máté Csaba. Nagy védés Gergelytől. Nem sikerült tehát itt a szünetig kibekkelni a döntetlen, vagy a vezetést a DHK-nak, sőt, megérkezett a következő gól. Pontatlanul György István, Borbát, György József vele szemben. Sikerült elhárítani a veszélyt, ezzel pedig végképp. Viszont Jokila elől elpattan a korong, süket. Mihalik nagyon finoman. Két ember őrzi, teljes joggal. Karda próbálna elszakadni az emberétől, meg is kapja a korongot. Borbát. Jokila pedig háttal, és ez majdnem jó is volt. Így viszont hibátlan, hogy Okos megszerzi. Okos. Keresztbe György István, nagy játék volt, szép védés. Visszapöcizték még azonban. Újabb lehetőség, Jokila.
Nagyon finoman, nagyon lányan, nem lesz lövés egyelőre, még a jobb helyzetet keresik Jokila! Ő ütött el végül a korong felett, Máté Csaba tálalt volna elé önzetlenül. Ezt pedig most talán fel lehet szabadítani, sőt jó indítás, Mihalik András kardával párban, karda megkapja, lesz lövés, lesz bizony, de mellé. Karda egyelőre be van oltva a gól ellen, viszont meg kell dicsérni Magyart is, aki csak olyan, csak úgy, mint az előző harmadban Kecskeméti áron, ő is fantasztikusan véd. Jönnek vissza az oroszok, Razov és Szokolov, valamint Borbát, Molnár Zsolt is a pályán, és Olá Márton, Szabó. Az utolsó, harmadutolsó kettő perce következik. El tudják-e vajon hozni, Molnár Zsoltra vezetik rá, és ezzel pedig kijön a harmadból a korong, sőt el is adják a vendégek, Szokolov. Szokolov, még micsoda játék volt, az is szépen középre. Elhagyják az ütőjüket a srácok, mind a ketten. És ez pedig egy tilos felszabadítás lesz, így mondom, de valaki akkor ezek szint hozzáért. Razov, most jön vissza Molnár Zsolt is. Nagyon nagy védekezés ott középen az All-Star csapat tagjaitól. Most nyomás alá helyezi a kékek kapuját a fehér sereg, Ördög. Középre, ott a helyzet! Kimaradt. Lehet cserélni, hát nagyon dolgozott most ez a sor. 1-10 még hátra. Megvan a buli a fiataloknak, Takács, Nyisztor várná vele a váltás, Berta, védekezik Nyisztorral szemben, ügyes korong kihozatal, Molnár, középen csúszott el Matkó, Berta, két ember rajta, és el is választják a korongtól. Hatalmas küzdelem most ott a vendégek kapujánál. Nyisztor. Nagy Zalán. Ó, nagyon agilisan visszaszerezték a vendégek. Lesz-e vajon gól még az utolsó 15 másodpercben? Így lehet, hogy már nem. Köncei minden esetre még majdnem elhagyta. És ott egy másik korong közben, ó, azt nézzék meg! És nem tudta Szokolov beütni Razzovval az összjáték. Hát hirtelen feltűnt egy másik játékszer, és ebben nagy-nagy szerepe volt az orosz duónak, de nem jött össze a gólszerzés. Így tehát csak úgy, mint az első harmad után, amikor 2-2 volt az állás, most megtoldották még 3-mal. A felek ezzel tehát 5-5 az utolsó 20 perc előtt.
Kérdés, hogy egyébként lesz majd, igen, lesz bizony kapuscsere. Nagyon igazságosan felosztják Gergely Hunor. És a két orosz közül a második is érkezik, Mihály Szokolov. Lássuk, hogy hogyan fog elbánni, vagy éppen Gergely Hunor véd, Szokolov, ördöngős cselek. Ó, micsoda megoldást tett volna, de egy brutális csel sorozatot követően nincs gól. Kíváncsian várjuk, ki lesz a következő. Kecskeméti Áron viszont nem jön a kapuba. Karda Norbert jön a fiatalok közül. Az első ugye nem ment be, lehet egyenlíteni viszont, mert Szokolov kihagyta. Karda. Magyar Zoltán a kapuban továbbra, és Karda mellé. Aztán még a játékvezetővel megbeszélik, hogy mi volt ott a sarokban. És érkezik Molnár Zsolt, ha jól látom. Az Építek fantasztikus burkoló tanára. Ajánlom a Mestervizsga című műsort mindenkinek. Ott csillogtatta meg színészi tudását. Lássuk, hogy bánik a büntetőkkel. Nincs gól. Ő is ugye egyébként mai napig játszik. Görkorong csapat válogatottjában is benne volt nagyon-nagyon sokáig. És fantasztikus burkoló. Dorogi Máté, és továbbra is Magyar Zoltán a kapuban. Ó, nem lett volna rossz, szerintem fel akarta volna kapni és kapásból beütni Dorogi. De egyelőre a fiataloknak nem megy a büntető lövés. A korelnök Igor Razov góljával vezetnek az All-Star játékosai. Köncei Áron, lássuk. Az újabb büntetőző az All-Starból. Nagy lövés és szép védés. Köncei nem vitte most egyébként sokáig a pakkot, inkább távolabbról kísérelte meg. Maradt tehát az 1-0. Így ugye összességében hozzáadódik, és akkor így 6-5. 17-essel Szabó Dávid. Szabó Dávid kapuban továbbra is magyar. Lesz-e vajon egyenlítés, ez a kérdés. Szabó, és egy nagyon szép védés Mamuttal, magyartól. És most jön akkor a kapuscsere. Sőt, Kecskeméti Áron fogja a hazaiak első számú kapusa rávezetni Gönci Bencére. Ő ugye kapusedző is, tehát Áron lehet, hogy tudja itt a titok nyitját. Kecskeméti. Szép cseh, gól! Ez igen! És mintha már gyakorolta volna ezt a gól örömöt, Kecskeméti parádés megoldással, még a fiatalok is elismerik. Szenzációs megoldás volt, és joggal jár az elismerő pacsi. Óriási hátrányban tehát. A fiatalok. Megy itt most a matek, hogy akkor hánynak kell még jönnie. Akkor ezek szerint vége a mérkőzésnek. Igen, mert így már matematikailag is eldőlt, hogy ugye ha belőtték volna az ötödiket a vendégek, akkor is csak 7-6 lett volna. Így tehát, kedves nézőink, ugye az előző évben a fiatalok 4-3-ra győztek, most a DHK All-Star csapatának sikerült visszavágnia, és ezzel az összességében 7-5-ös győzelemmel most ebben az évben az idősebbek voltak az eredményesebbek, de én azt gondolom, hogy összességében azért jól szórakozhattunk, hiszen 2-2-es első félidőt követően 5-5 lett a végeredmény, és a büntetőknél pedig talán a rutin győzött, ezzel pedig büszkén fogadhatják a kékmezesek a Jégkorong Akadémia játékosainak elismerő kézfogásait. Köszönjük szépen mi is az élményt, és hát ami a legfontosabb, hogy köszönjük azt a rengeteg felajánlást, azt a rengeteg adományt, amit a tombola formájában majd el lehet juttatni a gyermekklinikának. És hát azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Korcsinszky György által vezetett edzői trió, kiegészülve Berecki Szabolcsal és Ligeti Zoltánnal, győzelemmel mutatkozik be a kispadon.
elsőt kilőtt az el. Berta. Berta. Berta, és utána... Utána hármat lőtt Berta. És csak itt van. Közben Müller Károlyjal, a Teat sajtósával egyeztettük a gólövőket. Ugye Berta lőtt hármat, akkor mondom így, hogy a kedves nézők is hallják. Hári egyet. Igen. Hári egyet, György Isti egyet, és akkor így jött az 5-5, az 5. És a vendégeknél pedig Révész Levente, Mihalik András, Méhes 2 és Bart is 1-et. Így tehát 5-5 a végeredmény, és akkor most pedig jön majd a sorsolás, a tombolákat mindenki vegye elő. Minden esetre én elköszönök, és megköszönve az egész éves figyelmüket, remélem, hogy minél hamarabb találkozunk itt az Eszterig a közvetítésekkel. Végeredmény tehát DHK All-Star, de a Cégkorong Akadémia U21 büntetők után 7-5. Köszönjük szépen a figyelmet és a felajánlásokat. A viszontlátásra! És várjuk be a végre, hogyha ide lejönnek, akkor át is tudják meg, hogy kiválasztják a MESZ-t. Várjuk a jéget, MESZ kiválasztása, és egy fotóval kiválasztott MESZ játékosával, úgyhogy így fogunk menni. De úgy látom, hogy még előtte egy közös fotó. Hogy mindenki jól hallja majd a számokat. No és akkor most következik a tombola sorsolása, hogy láthatják, három nyertes sorsolunk ki egyszerre. Várjuk őket lent a jéget, kiválasztják a mezeket, és utána pedig elkészítjük a közös fotót, úgyhogy megkérni bárja segítőinket, hogy húzzák ki az első három számot. Az első szám a 0470-es. 0470. A második szám a 0423, a harmadik pedig a 0181, tehát 0470, 0423 és 0181. Ezeknek a támogatói jegyeknek a tulajdonosait szeretném megkérni, hogy fáradjanak le a jégre, vagy itt hátul, vagy akár ott elől is lefáradhatnak, és vegyék át, hogy válasszák ki a mezeket, aztán elkészítjük a közös fotókat. Tehát még egyszer mondom, 0470, 0423 és 0181. Elsőként ennek a három támogatói jegynek a tulajdonosát szeretném megkérni. És már jön is az egyik fiatal. Egy nagy tapsot neki, de az felsőben. Választ egy perc.
Kercsemét járom ez a hullától. Itt van már a másik fiatal ember, gyere te is! Közben kiválaszthatod. És ez úgy látom, hogy ez egy 51-es lesz ez. Bizonyám, Berta Ákos vezér választotta a fiatal ember, megtartja neki. És közben szüveit húzzuk a többi számot, az újabb három, tehát újabb három számmal folytatjuk. Az egyik a 08-20, mint augusztus 20-a, 08-20, tehát az egyik nyertes. És közben egy újabb bezártadás, tehát 08-20, 05-74, 05-74, ez a második nyertes száma. És 04, és 04-12. Azt hiszem nem is volt. Ezt hallatszott, hogy a 04-12 az felébe talált. 0574 és 0820. Közben már itt meg is jön az egyik, a 0820-as. Tehát 0574 és 0412. Még amiket várunk. Már a jó hangú hölgyek érkeznek, egyikük nagyon-nagyon örült, de hát még jó, hogy örülnek. A srácok pedig a jégen vetkőznek. Kell ennél több március 31-ére. Holnap úgyis vissza Bolondok napja lesz, és egy György Józsi Mezincs gazdára talált. És úgy látom, hogy érkezik az újabb két nyertesünk, egy kis lurkódát ő fog választani. Tehát ez a metódus, van még néhány mezünk. Kihez megy a fiatal hölgy? Nézzük akkor, ki lesz a szerencsés. Hát kíváncsi, mint a tapukája, egy majd a Zoltán lesz. A 0412-es szám is megvan, és ki lesz a kettes számú mezundától, még pedig folytasson újabb három számmal. Tehát az egyik a 0500, 0500 az egyik nyertesünk. A másik a 0009, tehát a 9-es sorszámú 0009. És a harmadik a 0017-es szám. 0500, 3 darab 0 és egy 9-es, valamint 0017. Hát itt már egy mezgyűjtemény, úgy látom, hogy kezd kialakulóban lenni a 0017-es számú nyertesünk megérkezett, ő pedig begyűjt egy újabb györgyet. Nem, egy másik lesz. Tehát 0500 és 0009. Kocsinszki Györgynek pedig nagyon szépen köszönöm a segítséget, ő koordinálja a kispadnál a dolgokat. Minden számot felír. Érkezik újabb két szerencsés nyertes, úgy látom. A mezek pedig fogynak. Be kell mutatni a támogatói mezt, és utána már, vagy egy támogatói jegyet, és utána már lehet is jönni a mezért cserébe, egy fotó elkészül. Egyre többen már csak a felszerelésben mez nélkül. És azt hiszem, hogy folytathatjuk is a sorsolásunkat. Tehát 0361 az egyik új nyertesünk.
A másik a 0321-es számú, és a harmadik pedig a 0250, 0361, 0321 és 0250. Tehát ezek az újabb nyertes számaink, 0361, 0321 és 0250. Na és akkor itt választják is ki, Molnár Dávid mezve is gazdára talál. De még egy kör is. És lehet még válogatni a mezekből. Itt egy ifjú szurkoló. Tehát ez a három nyertesünk. És újabb nyertesek érkeznek, úgyhogy azt hiszem, hogy újabb három számot kihúzhatunk. Az egyik a 0651, 0651, a másik a 0179, és a harmadik a 0468, tehát a következő három nyertes szám, 0651, 0179, és 0468. Mezátadás, és utána a fotó. A srácok meg ne fázzanak. 0651, 0179 és 0468. Marad még pár mez, egy Máté mez is gazdára talál, egy tapsot azért megérdemel. És közben Dacs Falmi Norbert mezét is kiválasztották. Menjetek! Van még néhány mezünk, kedves közönségünk. Úgyhogy folytassuk is a húzást, azt hiszem. Amíg várjuk itt a nyerteseket. 01, 0, 0, 08, 93 és 07, 15. 01, 0, 0, 08, 93 és 07, 15. A nyerteseket kérném, hogy fáradjanak ide a nyívre. Egy mosolygós fiatalember már is érkezik a csapathoz. Közben egy újabb nyertes is. És György István, akitől lehet egy szezon közben inkább a pirítós teszi a kisrác. Most egy meszt kér. Egy hölgy is kiválasztja kedvencem ezért, Köncei Áron is le kell venni a veszt. Egy újabb fiatalember érkezik. És még egy fiatalember, jaj, ezt már kivesszük, ez a 0100. És ki lesz a szerencsés? Hári Norbert! Zalát is kiválasztották közben, és még itt egy hölgy és egy új ember. Azt nézem, hogy lassan elfogynak a mezeink. Egy újabb mez. A fiatalember pedig Kozma Ferenc mezét szeretné. Egy pillanat, még srácok, elkészülnek a fotók. És ha jól látom, már csak kettő darab mezünk maradt.
Ja igen, három darab mezőnk maradt, úgyhogy az utolsó három nyertes húzzuk ki. Az utolsó három nyertes pedig 0-3-33, 0-3-33, 0-2-91, illetve 0-8-25. Tehát az utolsó három nyertesünk a 0-3-33, a 0-2-91 és a 0-8-25. Úgy látom, mozgolódás megvan, tehát 0-3-33, 0-2-91 és 0-8-25. Várjuk tehát az utolsó három nyertesünket. Az első fiatalember már meg is érkezett. Na vajon kinek a mezét választja ki? Igor Radon! A jelzeti Radon mezzel. Gazdagodik a fiatalember. És még két nyertest várunk. Nézzük, hogy ki lesz Molnár Zsolt, illetve Okos Csanád Meze. Somorjai Soma, akit már ismerhetek a Neat szurkolója videóból. Na és akkor egy Molnár Mez. Egy Molnár Mez is gazdára talál. És Csanád érkezik. A Pemezen úr tulajdonosa is most már. Mutassuk meg, mint hogyha az átigazolási időszakban lennék. Tisztelt szurkolói, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattak. Áron, néhány mondatban megköszönnéd a szurkolást. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, szuper alkalom volt, megint jól lezártuk a szezon. Együtt felel erősebb vagyok, köszönjük minden támogatást és előre is kellemes javat mindenkinek. Köszönjük! Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattak ide a Bengeszi Jézsarnokban. És várjuk Önöket a következő szezonban, akkor is tisztünk úgy majd nagyon-nagyon sok győzelmet. Köszönjük szépen mindent! És természetesen az egész éves biztatásukat is szeretnénk megköszönni. Thank you.
Köszönöm.